This is a tape. Ezen a felvételen a céljaim hallhatók. Number one. Első cél. Szerez új személyazonosságot. I would also. Ezen kívül szeretnék egy évre elegendő pénzt, hogy ne kelljen dolgoznom. A műsorban a nyugalom megzavarására alkalmas valódi hangfelvételek hangzanak el. Aztán egyenként tépkedem le a körmeidet egy fogóval, csak hogy hallhassam a sikoltozásod. Majd kényszerítelek, hogy neves, mosolyogj, és tégy úgy, mintha élveznéd, ahogy kirántom a körmeidet a helyükről. Mondd, hogy alig tudsz betelni a fájdalommal. A gonosz hangja. Pénzhamisító és sorozatgyilkos. A legtöbbször, amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, és elmondom, hogy a titkos szolgálat nyugdíjazott ügynöke vagyok, és még az elnököt is én védtem, az a válasz, hogy persze, és most halljuk az igazat, mert a legtöbb ember nem hiszi el. Nixon elnöktől egészen Clinton elnökig vettem részt az amerikai elnökök védelmében. A titkos szolgálat azonban jóval többet tesz ennél. A titkos szolgálatot még 1865-ben alapították, mert annyira sok volt a pénzhamisítás. A polgárháború végére a forgalomban lévő bankjegyek egyharmada hamis volt. Eredetileg 13 ügynökünk volt, akik semmi mással nem foglalkoztak, csak hamisítással. A pénzhamisítás folyamata meglehetősen bonyolult. Először is kiváló fényképésznek kell lenni. Le kell fényképezni a bankjegyet. Ezt három lépés követi. Elkészítik a negatívokat, ráégetik őket a nyomólemezre, kinyomtatják a bankjegyet, aztán körbevágják a bankókat, és készen is vannak. 1980. Már régóta egy férfi nyomában voltunk, aki országszerte hamis bankjegyeket terjesztett. A személyazonosságát nem ismertük. Így csak áruházi hamisítónak neveztük, mert a legtöbb hamis bankjegyet bevásárlóközpontokban és áruházakban terítette. A legtöbb hamisító 20 dollárosok előállításával foglalkozik, mert ez a világ legelterjedtebb bankjegye. Ha az ember lemegy a boltba és 20-ast ad a pénztárosnak, az még csak el sem gondolkodik. Valahányszor a hamisító 1 dolláros terméket vásárolt, 19 dolláros profitot termelt. Ha áruházanként 50 boltba tért be és 50 különböző pénztárossal találkozott, akár 50-20 dollárost is továbbadhatott. Mindig valami értéktelent vásárolt, amit gyakran rögtön ki is dobott. A tevékenysége sok tekintetben igen kifinomult volt. Sokáig észrevétlen maradt. Tudta, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű pénzt teríthet, ha nem kell feltűnést. Még menekülő útja is volt, hiszen egy plázának vagy 20 ajtaja van. 1982-re már csaknem 130 ezer dollárnyi hamis pénzt szór szét 44 államban. Ez mai áron számolva csaknem 500 000 dollár nyereség. A titkos szolgálat washingtoni központja, 1983. Őszintén szólva, a hamisító állt nyerésre. Hol bukkant fel? Nashville-ben. Kedden. A fickó szinte láthatatlan volt, úgy mozgott akár egy szellem. Mindenki arra vágyott, hogy ő tehesse hűvösre, hiszen kiemelt ügy volt. A szemtanúk leírásai alapján sikerült fantomképet készítenünk.
Tegyük közzé. Az egész országba szétküldtük, minden ügynök megkapta. Egy nap megtudtuk, hogy épp készül továbbállni. Amikor hallottuk, hogy az egyik bankjegye felbukkant Tennessee-ben, az ottani ügynökeink kezdték átfésülni a plázákat. Ellison ügynök vagyok, a titkos szolgálattól. Azt reméltük, hogy valaki majd felismeri, hívja a bolt biztonsági szolgálatát és értesíti a rendőrséget. Majd figyelem. Foothills Plaza, Maryville, Tennessee, 3 órával később. Ez minden? Yes, ma'am. Igen, hölgyem. 1,50 lesz. Ez volt a várva várt áttörés, ami fordított az esélyeinken. Minden, ami ezután következett, annak köszönhető, hogy a hölgy felismerte. $18.50. További kellemes napot. Biztonsági szolgálat, kérem, jöjjenek a női ruhaosztályra és hívják a rendőrséget. És egyszer csak bum! Elnézést, utat kérek. Arra ment. Még mindig nem tudják, hol lehet. Csak azt tudják, hogy az egyik bankjegytől 15-20 perccel azelőtt szabadult meg. Megállni! Ő az! Ez az a fickó! Le van tartóztatva. Ezzel 4 éves vadászat ért véget. De még mindig sok volt az ismeretlen körülmény, amit ki kellett derítenünk. A forgalmi szerint az autót 2 külön név alatt jegyezték be. Összezavarodtunk. Mégis ki ez a fickó? Ki kellett derítenünk, hogy tulajdonképpen kivel van dolgunk. Márpedig ehhez az új lenyomataira volt szükség. James Mitchell DiBardelében. A James Mitchell DiBardelében név nem volt ismeretlen a titkos szolgálat előtt. 1976-ban James Mitchell DiBardelében letartóztatták pénzhamisításért. 1976-ban gondolkodás nélkül bevallott mindent, és nem működött együtt. Az efféle viselkedés pedig mindig gyanús a magunk fajtának. Nézze, tudjuk ki maga, és tudjuk, hogy mit tett. Maguknak elképzelésük sincs arról, hogy mit tettem. A kocsi egyik forgalmia a virginiai Alexandriában található Oakwood lakóparkba vezetett. Kezdje a hálóban. A pénzhamisítási ügyekben mindig az a végső cél, hogy felszámoljuk az üzemet, ahol a hamis bankjegyeket készítik, és hogy magát a nyomtató táblát is megszerezzük. Ezekre kell lecsapnunk. Nyomdakép sehol. A tábláknak itt kell lenniük. Az időnk fogy. A bankjegyek továbbadása nem valami súlyos bűntény. Persze ez is bűncselekmény, de óvadékkal szabadulhat. És ha kikerül a börtönből, előbb érhet az üzemhez, mint mi. A bankjegyek nyomtatása azonban súlyosabb büntet, amelyért több év börtön jár.
Már 4 éve nyomozunk utána. Lennie kell egy üzemnek, lennie kell nyomótábláknak, és meg kell találnunk, mielőtt más hozzáfér, különben kidobhatjuk a nyomozást. Mindent átfésültünk, még a kukorica pehelybe is benéztünk. Az egész házat átnéztük. Semmit sem találtunk, egyetlen nyomot se. Menjetek vissza és próbáljatok meg kiszedni belőle valamit. Akkor már 36 órája volt a ébren, Dennist pedig az éjszaka közepén riasztották. Mindketten kimerültünk és azon filóztunk, mit nem vettünk észre, mit nem látunk. Még egyszer átnézzük. Jó. Enyém a fürdő. Én itt maradok. Elővettem a telefonkönyvet. Minden oldalát átnéztem. 1000 nyomorult oldalt. Ha egy oldalon bármilyen jelzést vagy aláhúzást találtam, kitéptem. Amikor a K-hoz értem, a költöztető és raktározó vállalatok alatt találtam egy lapot, eldugva a telefonkönyvben. Felkiáltottam. Fúz, gyere ide! Rám nézett, és azt mondta, ez az. Van egy raktára. A lakásától néhány sarokra több raktárt is találtunk. És íme! Ott volt a nyomdagép, úgyhogy azt mondtam... Halleluja! De aztán ráébredtünk, hogy a nyomozás hamarosan hatalmas fordulatot vesz. Fegyverek, bilincsek, rendőri jelvények. Miért tartana egy elítélt bűnöző kék villogót a raktárhelyiségében? Lehet, hogy rendőrnek adja ki magát. Ez nagyon baljós előjel. Találtunk borzasztó szenvedést átélő nőkről készült fényképeket. Találtunk raktapasz galacsinba ragadt hajszálakat. Azt hiszem, mindnyájunk számára nyilvánvaló volt, hogy a fickó borzalmas bűntényeket követett el. Ez a felfedezés olyan ajtót nyitott ki előttünk, amelyről akkor még elképzelni sem tudtuk, hová vezet. A titkosszolgálat ügynökei letartóztatják James DiBardellébent pénzhamisításért. A raktárában lefoglalt bizonyítékok azonban sokkal gonoszabb büntettekről árulkodnak. Az ügy körül kitört a káosz. Bum! Azt sem tudtuk, hol kezdjük. 144 doboznyi bizonyítékot kellett átnézni. Térképeket, késeket, női ruhákat. Találtunk kézzel írt jegyzeteket. Hogyan raboljunk el valakit? Kínzási módszerek. Volt egy csomó, láthatóan borzasztó szenvedéseket átélő nőkről készült fénykép. Ekkor már mindenki számára világos volt, hogy szexuális ragadozóval van dolgunk. A hamisítás kismiska volt ahhoz képest, amire véletlenül bukkantunk rá. Az ügy a feje tetejére állt. A rossz fiú ott ült a Tennessee börtönben. Na de kérdés, hogy hol vannak az áldozatok? Hogy találjuk meg őket? Találtam egy magnószalagot, amelyre egy nő nevét firkantották.
Elszívok egy szivart, amit a hátad közepébe nyomva oltok el, hogy érezd az égtelen fájdalmat. Az áldozatra való tekintettel a felvétel többi részét nem tesszük közzé. Teljesen ledöbbentem. Mibe tenyereltünk bele? Írd le a fájdalmat. Mennyire fáj? Mondd el, hogy pontosan mennyire fáj. Ez volt a legerőszakosabb eset, amelyről valaha felvételt hallottam. Az a nő ordított a fájdalomtól. Igazából azért könyörgött, hogy öljék meg. Érezni lehetett a fájdalmat. Szó szerint éreztük a fájdalmat. Én mindig is úgy gondoltam, hogy ez a fickó maga a sátán. Egy szexuális szadista, aki azt élvezte, ha fájdalmat okozhatott a nőknek. Mondd, hogy alig tudsz betelni a fájdalommal. Még ma is hallom, ahogy azok a nők sikoltoznak a felvételeken. Mintha csak tegnap történt volna. Akkor és ott megfogadtuk, hogyha kell, a világ végére is elmegyünk, hogy feltárjuk ezeket az eseteket. Összeraktunk egy nagyjából 50 nő fotójából álló portfóliót, és az ország minden rendőrségének küldtünk belőle, azzal a kérdéssel, hogy nincs-e olyan megoldatlan ügyük, amelyekhez köze lehet ezeknek a nőknek. Miután szétküldtük az anyagot, beindult a bolt. Nem csak a helyi és az állami rendőrségek hívtak fel minket, de még maga az FBI is. Kathy Kaiser, FBI. Az úr Joe... Joe McElhenney FBI ügynök és a társa Catherine Kaiser még az irodánkba is ellátogatott, hogy megbeszéljük az ügyet, amelyben ők nyomoztak. Az FBI-nál én voltam az első női ügynök, és rajtam kívül szinte alig volt más. Azt a napot sosem felejtem el, mert borzalmas dolgokat láttunk. Még sosem láttam ilyen sok bizonyítékot, képeket, rendszámokat, kötelet, bilincseket, hamis iratokat. Egy szobára elég bizonyíték volt ott. Ez ő. Ez Lori Jensen. Mi történt vele? Négy évvel korábban. Ocean City, Maryland. Lori Jensen elbűvölő, kissé naív fiatal nő volt, ezért könnyű célpontnak számított. Lori egy kisboltban dolgozott, ahol az egyik nap csak késő este végzett. Hey Lori, szia Lori! Sam! Majdnem megállt a szívem. Megállt mellette egy autó. És egy rendőr szólt ki belőle, mondván, hogy egy helyi kisboltot kiraboltak. Kérem, szálljon be a kocsiba. Kérem, igazolja magát. Előre nézzen. Egy fiatal férfi és egy önre hasonlító nő kirabolt egy boltot. Gondolom, ő volt a bűntársa.
Szia, Lori! Nem, uram, ő a szomszédom. Nem én voltam. Egész este dolgoztam. Nem hiszek neked. Semmi rosszat nem csináltam. Maga nem is rendőr. Ha még egyet kiáltasz, lelőlek. ...1979-ben Lori Jensent elrabolják. Ez ő. Ez Lori Jensen. 4 évvel később az FBI úgy véli, a pénzhamisításért letartóztatott James DiBardellében rabolhatta el. Tehát az áldozatot Lorinak hívták? Igen. Az egyik titkos ügynök azt mondta, van náluk egy felvétel, amit meg kéne hallgatnom. Először egy rakás fényképet készítek. Állóképet, színes képet. Az áldozatra való tekintettel a felvétel többi részét nem tesszük közzé. Csak egy utolsó riherony vagy. Szinte olyan volt, mintha a bűncselekményt értük volna tetten. Sosem volt még olyan ügyem, amelyben ilyen brutális bizonyítékokkal dolgozhattunk. Kegyelemért fogsz könyörögni. Nagyjából 30 percig hallgattuk a felvételt, de már az is iszonyú volt. Egyszerűen éreztem, hogy Lori hangját hallottuk. Kérem, állítsa le! De biztosra kellett mennem. Hello. Itt Kathy Kaiser. Hallanom kell a hangját. Lori. A hangomat? Miről van szó? Meglepődtünk, hogy életben van. Amikor meghallgattuk a felvételt, azt hittük, már csak a holttestét keressük. Lorit elrabolták, megkínozták és megerőszakolták. 3 napig tartották fogva. Sosem tudta leírni a támadóját. Valahányszor megerőszakolták, csak egy meztelen férfit látott csukjával a fején. Lorit Washingtonba hívják, hogy kikérdezzék. Tudtuk, hogy ha bíróság elé kerül az ügy, tanúskodnia kell, és a felvételt azonosítási célokból meg fogják hallgattatni vele. Ki kellett mondania, hogy igen, ez ő, a másik meg én. Semmivel sem tudtuk kiváltani a meghallgatást. Nem volt más út. Készen áll. Már mi is nehezen viseltük. Na de szegény Lorinak 100-szor olyan rossz lehetett. Írd le a fájdalmat, mennyire fáj. Lori mindent újra átélt, miközben a felvételt hallgatta. Pontosan mennyire fáj? Kérem, ne bántson! Ha pénzt akar, megszerzem! Először egy rakás fényképet készítek. Kérem, ne! Állóképet, színes képet. Kérem, ne!
Elszívok egy szivart, amit a hátad közepébe nyomva oltok el, hogy érezd az égtelen fájdalmat. Ez én vagyok. Elmondtam neki, hogy az ember, aki ezt tette vele, már rács mögött van. Többé már sosem bánthat. Tudtuk, hogy onnantól egyetlen egy célunk lehet. Mégpedig, hogy felépítsük a tökéletes vádat, hogy ez az alak soha többé ne tehesse ki a lábát a börtönből. A titkos ügynökök találtak egy áldozatot, aki három pokoli nap után élve távozhatott. Egy másik felvétel azonban arról tanúskodik, hogy nem mindenki úszta meg ennyivel. Ezen a felvételen a céljaim hallhatók. Első cél, szerez új személyazonosságot. Második cél, vegyél egy házat, amely igazodik az elvárásaidhoz és szükségleteidhez. Egy titkos játszóhelyiséggel, amelyben legyen ketrec is, hogy legyen hova bezárni az SMR-t. SMR. Az SMR rövidítésen szadomazóri bancot értett. Elsődleges fontosságú, talán a legfontosabb, hogy legyen egy krematórium, amely rendkívül magas hőmérsékleten ég. Totális megsemmisítés. Ezek egy szexuális szadista céljai, aki képes elrabolni egy nőt, megkínozni és megszabadulni a bizonyítéktól. Ez maga a gonosz. A megszerzett bizonyíték pedig jól példázza, mennyire gonosz is valójában ez az ember. Ezen kívül szeretnék egy évre elegendő pénzt, hogy ne kelljen dolgoznom. A pénzhamisítás csak arra kellett, hogy pénzelhesse az életmódját. Így városról városra erőszakolhasson és ölhesse. Senki sem kételkedett abban, hogy nőket gyilkolt, de még meg kellett találnunk az áldozatokat. A nyomozás egyik legegyedülállóbb részlete az volt, hogy a fickó részletesen dokumentálta a tetteit. Minden megszerzett dokumentumot felvittünk egy számítógépre. Minden egyes papírfecnit, minden szállodai számlát, minden benzinszámlát, minden nevet és telefonszámot, mindent, amit csak fel tudtunk kutatni, betettünk az akták közé. Néhány városról sikerült megállapítanunk, hogy éppen mikor járhatott ott. Mert... Az ügynökökhöz befut egy hívás egy megoldatlan gyilkossági ügyben Bossier City-ből, Louisiana államból. 1982. Kérem, tartsa! Rájöttünk, hogy a büntény időpontjában Debardelében éppen Bossier City környékén járt. Igen, ott volt. Jól van, már csak pár lépcsőfok. Ez a hely csodálatos. Valóban páratlan. Csak bátran, Dr. Zek! Az anyám, Jim McFall, ingatlan ügynök volt a 80-as években. Kisvárosi lány volt az alabamai Atmore-ból. Imádta a társaságot és a munkáját, és szinte mindenkit ismert. Ha akart, nagyon elbűvölő tudott lenni. Ez a helyiség tökéletes lenne magának, Dr. Zek, és azt a hálószobát a gyerekeinek ajánlanám. Dr. Zek azt mondta az anyámnak, hogy három gyermekes családapa, aki a texasi Midlandből szeretne a környékre költözni, és ezért keres új házat. Nekem ez a kedvenc szobám.
Mutatom. Az ingatlan ügynökök pont ezt szeretik. Gyors üzlet, orvos vagyok, a pénz nem gond. Házas vagyok, és gyerekeim vannak, úgyhogy nem kell félnie. Na hát, micsoda elegáns gyűrű. Csak nem a felesége választotta? Kellőképpen megnyugtatta ahhoz, hogy elmenjen érte a hotelba, és elvigye a házhoz. Szóval volt esze. Megmutatná, kérem, a padlást. Sok tárolóhelyre van szükségem. A gyerekeknek sok a holmiuk. Az anyám tisztában volt a munka veszélyeivel. Hogyne? Naponta kétszer-háromszor is jelt adott magáról. Norman, az akkori főnöke, aznap felhívott és közölte, hogy nem hallottak anyám felől. Mivel ez egyáltalán nem vallott rá, azonnal nyugtalanító érzés. A Bossier City rendőrségen bejelentik Jean McFall eltűnését. Kézenfekvőnek tűnt, hogy rekonstruálni kell Jean McFall aznapi napirendjét. De nézd meg abban a házban! A rendőrségnek volt egy listája a házakról, melyeket meg akart mutatni Dr. Zacknek. Mindegyiket alaposan átfésülték. Semmi. A rendőröknek ugyanakkor feltűnt, hogy apró szigeteléspamacsok vannak a padlás ajtaja alatt. Sosem felejtem el, ami akkor történt. Azóta is az bánt, hogy miért pont ő. Az anyám sosem ártott senkinek. Csak 21 éves voltam, és nem tudtam, mihez kezdjek. Annyira dühös voltam. Dühös voltam Istenre. Sosem tettem túl magam rajta. Azt hiszem, azóta sem léptem tovább. Az én fejemben az egész olyan, mintha tegnap történt volna. Amikor az anyám meghalt, az életem megváltozott. Rájöttem, hogy a világ egy kegyetlen hely, és azonnal fel kellett nőnöm, és meg kellett tanulnom a leckét, mert a gonoszság az ajtómon kopogtatott, és betört az életembe. Jean McFault egy gerendához kötözték. A mellkasán két késszórást átongott, a nyaka körül szorítópánt. Látszott, hogy a tettes nem azért bajlódott ezzel, hogy elvegye a nála lévő 15 dollárt. Szexuálisan sem molesztálták. A gyilkos Jean McFall blúzába törölte a kését, mintha csak egy elejtett szarvas vérét törölte volna le. Provokálta a rendőröket. Azt üzente, hogy okosabb náluk, és úgyis megúszta a gyilkosságot. A Bossier City rendőrség a nyilvánossághoz fordult, hát ha megtudnak valamit. Az egyik szemtanú, aki jelentkezett, egy bizonyos Mrs. DeMoss volt, aki szobákat adott ki Bossier Cityben. Velem beszélt telefonon. Dr. Zack szeretett volna kivenni egy szobát. Az utca végén parkolt, majd gyalog indult a nőháza felé. Nagyon furcsának találtam. Nem értette, miért nem a ház előtt állt meg. Mi oka lehetett rá? Emlékszik bármi másra a Zekkel kapcsolatban? Hát az olyan egy hatalmas aranygyűrűt viselt. Ezen ráismer? Ez Dr. Zack.
Mintha egy gonosz szellem söpört volna végig a városon, mindössze egy borzalmas bűntényt hagyva maga után. Bűnöző egy, rendőrség nulla, és ez így is maradt. Egy évvel később. Egy nagy aranygyűrű. Milyen kő volt benne? A bizonyítékok között találtunk egy méretes aranygyűrűt, amely egybevágott a házi néni elmondásával. Csak bátran, Dr. Zek! Z-A-C-K? A Dr. Zek fedőnevet használta. A Dr. Zek nevet megtaláltuk a kézzel írt jegyzeteiben. A büntettek részleteinek egyezése alapján a titkosszolgálatnak más ingatlan ügynökök meggyilkolásával is sikerült összefüggésbe hozni a Dibardelében. Konkrétan egy Rhode Islandi esettel, bizonyos Edna McDonald-del. A holttestére egy Dibardelébennek megmutatott ház pincéjében találtak rá, gondosan elrendezve. Dibardelében körül szorult a hurok. Legalább 6 rendbeli pénzhamisítással vádolták, és több nemi erőszak, emberrablás és testi sértés, valamint 3 gyilkossági vád volt függőben ellene. Ő azonban hamar rátalált az ellene felhozott vádak egyetlen gyenge pontjára. Bajban vagyunk. Sosem lesznek képesek bizonyítani. Dibardelében arra hivatkozott, hogy a bizonyítékokat törvénytelenül szerezték meg a hamisítási nyomozás során, és azt akarta, hogy mindet vessék el. Házkutatási végzés nélkül a bíróság az összes felvételt és minden fotót elfogadhatatlannak minősít. Ha ezt az ügyet elveszítjük, mindennek vége. Oda az egész büntető eljárás. Tudta, hogy ha sikerül elvetetnie a tárgyi bizonyítékokat, jó eséllyel megúszhatja. Ha Dibardelébennek sikerül elvetetni a bizonyítékokat, az egész ügy elúszik. A fickónak 145-ös IQ-ja volt. Tulajdonképpen végig csak arra várt, hogy hibázzunk. Ha a bíró úgy gondolja, hibát követtünk el a nyomozás során, a fickó kikerülhet a börtönből. A bíró nagyon komolyan vette őt. Még a jogban való jártasságát is megdicsérte. A bíró a mi javunkra döntött. Úgy éreztük, megcsináltuk. Az összes megszerzett bizonyítékot felhasználhattuk a perben. Dibardelében úgy döntött, hogy saját magát képviseli. Ez azért volt problematikus, mert Lorinak is tanúskodnia kellett. Úgy volt, hogy ő maga teszi fel a keresztkérdéseket Lorinak. Most képzeljék el. Ha nem bánja, beszéljünk arról, a felvételről. Írd le a fájdalmat. Mennyire fáj? Mondd el, hogy pontosan mennyire fáj. Vágni lehetett a csendet, ahogy újra és újra lejátszották a felvételeket. Mondd, hogy alig tudsz betelni a fájdalommal.
Dibardelében élvezte, hogy újra láthatta Lorit, és azt, hogy szegény nő mindent újra átél, amit ő művelt vele. Úgy fogsz könyörögni, hogy kérlek, apuci. Mégis hogyan tudná azonosítani a férfit, aki ezt tette magával, ha egyszer sosem látta az arcát? De hallottam a hangját. Egy szivart, amit a hátad közepébe nyomva oltok el. De hát az bárki más hangja is lehet. Kegyelemért fogsz könyörögni. Nem. A hanga magáé. Maga volt az. Dibardelébent 180 év börtönre ítélték Lori Jensen elrablásáért. 180 év. A bíró minden tőle telhetőt megtett, hogy végleg kivonja a forgalomból. Két másik nő elrablásáért is elítélték. Ezen a felvételen a céljaim hallhatók. A pénzhamisításért kiszabott büntetéssel együtt összesen 375 év börtönre ítélték. Szerez új személyazonosságot. A gyilkossági ügyek közül egy sem került bíróság elé. Dühösek voltunk. Az emberölés a legnagyobb emberiesség elleni bűn. Azért is el kellett volna ítélni. Még Washingtonba is elhívtuk az ügyészt, hogy kérdőre vonjuk, miért állt le, miért nem folytatja a pereket. A válasz az volt, hogy már így is sikerült élete végéig kivonnunk a forgalomból. Az se számítana, ha 500 évet kapott volna. Azért, amit az anyámmal tett, nem fogták perbe. Minket is meg kellett volna hallgatni a bíróságon, és megmondom őszintén, szívesen megnyomtam volna a gombot. Megérdemelte volna a villamos széket. A 46 nőnek, akiknek a fotóit megtalálták Dibardelében raktárhelyiségében, csak egy töredékét sikerült azonosítani. Második cél. Vegyél egy házat. Egy titkos játszóhelyiséggel. Dibardelében kétségtelenül egy szinten van Dahmerrel és Bundyval. Amelyben legyen ketrec is. Ha végigmennénk a büntető törvénykönyvön, kétlem, hogy találnánk olyan bűnt, amit ne követett el. A nyomozók és a bűnügyi szakértők úgy tartják számon, mint a legkiforrottabb bűnözőt, akit valaha letartóztattak az Egyesült Államokban. James Dibardelében 2011-ben halt meg börtönben. Soha nem ismerte el bűnösségét.